Minél előbb be kell azonosítani a védelemre jogosultakat és a gazdasági migránsokat. Ez hétfőn a parlamentben hangzott el. A belügyminisztérium államtitkára Kontrát Károly azt hangsúlyozta, majdnem 72 ezerre emelkedett az illegális határátlépők és a menedékkérők száma. Mint elhangzott, Magyarországnak saját érdekeit kell védeni menekült ügyben. A stúdióban köszöntöm dr. Simon Miklóst, országgyűlési képviselőt és a rendészeti bizottságnak a tagját. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Tegnap egy törvény is született, nem csak bejelentések és hozzászólások hangoztak el ebben a témában, mégpedig a menekültügyi eljárással és a határzárral kapcsolatos törvényi módosításokat fogadták el. Mit tartalmazott ez? Előtte egy héttel is elfogadtunk egy törvényt, amely a menekültügyi eljárásról szólt. Ez egy törvénycsomag volt ilyen tekintetben, két törvény módosítását tartalmazza mindez. A menekültügyi eljárásról szóló törvény ott a biztonságos országok kijelölésének a jogát a kormányhoz adta, delegálta az országgyűlés ilyen formán. Tehát ez magyarul azt jelenti, hogyha egy menekült biztonságos országból érkezik, akkor nincsen joga politikai menedékjogot kérni, mivel biztonságos országból érkezett, és ilyen formában Szerbia is egy biztonságos országot jelent, hiszen sem politikai meggyőződés, sem vallási, sem más különbség miatt üldözés nem történik Szerbiában. Tehát egy biztonságos országból érkező menekültet ilyen formán vissza lehet toloncolni abba az országba, onnan érkezett. Ez abból a szempontból is fontos, mert hogy a déli határon érkezik a legtöbb migráns, és a Szerbiából, tehát ebből a 72 ezerből majd 70 ezer onnan érkezik, illetve hát vannak még koszovóiak, és hát afgánok, szírek, de talán nem is fontos felsorolni az összest. A lényeg az, hogy egyfajta lerövidített menekültügyi eljárást szorgalmaznak, kezdeményeznek. Most mi a gyakorlat, és hogyan rövidülhet ez a folyamat tehát? Ez a második törvény, amit tegnap fogadtunk el, ez a biztonsági határzáról és a migrációs törvény módosításáról szóló előterjesztés volt. A menekültügyi eljárás összhangban ugye az Európai Uniós normákkal nagyon liberális volt Magyarországon, illetve még most is az. Ennek a következménye ugye az lett, hogy bejön a határon a migráns, a bevándorló, a rendőrség felveszi az adatokat, egy táborba szállítja a menedékkérőt, és a menedékkérő leadja a kérelmet, akkor kijelölnek Magyarországon számukra egy tartózkodási helyet, és zajlik a menekültügyi eljárás. Ennek két része van, egy egyszerű eljárás az elején, és utána részletesen megvizsgálják, hogy a menedékkérő ez valójában jogosan kérte a menekült státuszt Magyarországtól. Tehát az a helyzet, hogy még a menekültnek a nevének az azonosítása sem egy egyszerű dolog. Gondoljuk el, hogy egy hétvégén 2-3 ezer menekült kérő jön be az országba. Tehát kiadja a hatóság, hogy melyik táborba szíveskedjen letele, tehát helyet kap a menekült, melyik táborba menjen, és utána megy az eljárás, ami hónapokat vehet igénybe. És elvileg ebben a táborban kellene megvárni a menedékkérőnek az értesítést, tehát nem várják meg, hanem azonnal vonatra ülnek, autóbuszra ülnek, és mennek Nyugat-Európába. Ilyen formán még az értesítést sem
várják meg a menedék kérők. Így felvetődik a kérdés rögtön, hogy milyen menekültekről van szó, politikai menekültekről, akkor megvárnák, ha nem, akkor gazdasági migráció, ez az egész jelenség. Ugye az is probléma, ahogyan említette, hogy hiteles okmányokkal nem rendelkeznek, személyazonosságukat nem tudják igazolni, tisztázni a migránsoknak nagy részére vonatkozik, ez megállapítható az, hogy minden szálláshely 130%-os kapacitással működik. Milyen teher ez már, hiszen hetek, szinte már hónapok óta téma a rendészet bizottság, milyen aspektusokból vizsgálja ezt az egész ügyet, vizsgálta eddig? Isten igazából népvándorlás zajlik. Én azt csodálom, hogy az Európai Unió nem mérte fel ennek az ügynek a súlyosságát. Tehát azokból az országokból, ugye Afrika, Közel-Kelet, ahol gazdasági problémák vannak, millió számra készülődnek az emberek, jobb megélhetést sejtve Európában. Tehát ez egy népvándorlás. Most két lehetőségünk van. Vagy a határainkat kinyitjuk úgy, ahogy eddig, megfelelünk az uniós elvárásoknak, és utána pedig az lesz a helyzet, hogy tarthatatlan állapotba kerülnek a településeink. Franciaországban ugye már vannak olyan városrészek Dél-Franciaországban, ahol a rendőrség nem is avatkozik be, mert hogy tarthatatlan a helyzet. Én nem szeretnék egy olyan országba élni, ahol ami olyan embereknek ad lehetőséget, akik nem küzdöttek meg azért, hogy itt élhessenek. Az más kérdés, hogyha valakit politikai tekintetben üldöznek, akkor azt be kell fogadnunk. De én úgy gondolom, hogy a menekülteknek saját országukban kell megélni, és meg kell találni nekik az élethez szükséges feltételeket. Ebben kell serénykednünk és segíteni, hogy ne kelljen nekik útra kelni. Ugye az elmúlt héten az uniós csúcs találkozón Magyarországot és Bulgáriát külön elbírálás alá helyezték, hogy ez mit jelent, igazából előkészületek zajlanak még, tehát ennek a részleteit csak később lehet megismerni és beszélni is róla. Amiért még a stúdióba hívtuk, egy másik téma, az pedig a 2016-os költségvetés, és ebben a közfoglalkoztatásra szánt 70 milliárd forinttal több, mint ugye ebben az évben, ami azt jelenti, hogy 40 ezer fővel többen dolgozhatnak majd közmunkában, ez olyan 240 ezerre emelkedik. Mi indokolja ezt a keretösszeget és ezt a létszámemelést? Szeretnénk teljes foglalkoztatást megvalósítani 2018-ra. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküliségi ráta ez 4-5% körüli szinten kellene, hogy megálljon, és ehhez 70 milliárd forinttal emelni kellett a közmunkára szánt pénzt, mert hogy 200-250 ezer álláshelyet szeretnénk, közfoglalkoztatási álláshelyet. Ugye eddig is az volt a jellemző, hogy sokat költöttünk, vagy a központi költségvetés sokat költött közmunkára. Az önkormányzatok találnak-e olyan megfelelő munkát helyben, értékteremtő munkát, amivel ezek a közfoglalkoztatottak, most ezt a szót használom, hogy valós bérhez, fizetéshez jutnak, és értékes munkát végeznek. Mit látnak most már, mi a tapasztalat? Azt látjuk, hogy lassan odáig jutunk, hogy nem lesz munkáskéz. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is azzal a problémával küszködünk, hogy az aktív munkaerő piacon is már nincs ember. Ugye nyílnak sorra az üzemek, meg nyírbátori térséget tudnám itt példaként hozni, és vannak olyan üzemek, amelyek harmadik műszakot azért nem tudnak indítani, mert hogy nincs ember. Ez nyilván több okra vezethető vissza. Az egyik ok a hatalmas mértékű közfoglalkoztatás. A nyírbátori térségben 4000 fő közfoglalkoztatása folyik. Ugyanakkor, ami a törvény módosítást jelenti, a közfoglalkoztatási törvény módosítást,
az azt szeretné elérni, hogy a közmunkaprogramból utat nyithassunk az aktív munkaerőpiac irányába. Ezt a célt szolgálta az a törvénymódosítás, amit éppen a napokban fogadott el az országgyűlés. Ez azt jelenti, hogy ha egyszerűsített foglalkoztatást kínálnak a közmunkában lévőnek, és nem fogadja el, akkor 3 hónapra megszüntethető a közmunka irányába, a közmunka jogviszonya. És egyéb keményítések is vannak a rendszerben, mert az én szerintem elfogadhatatlan, hogy magas szinten tartjuk a közfoglalkoztatást, és ugyanakkor pedig olyan cégek küszködnek munkaerő hiánnyal, amelyek mezőgazdasági feldolgozóiparra gondolok itt, amelyek igenis parás pénzt hoznak az országnak. A foglalkoztatási államtitkár elmondta itt nálunk, hogy a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra egyfajta képzési rendszerrel lehet legfőképp átjutni, mert hogy a közfoglalkoztatottak nagy létszáma szakképzetlen, és ez is problémát jelent a munkaerőpiacon. Nagyon szépen köszönjük, képviselő úr, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.